beszámolom, a harmadik rész következik az éves szemtökös játékok és furcsa dolgok sorozatban. Ezúttal pénzről lesz szó, megtévesztő cím természetesen minden szempontból. Szemtökös játékok és pénz. Először arra gondoltam, hogy nagyon gyorsan elmondom, hogy alapvetően hogyan próbálnak pénzt keresni szemtökös játékokkal. Hát eladják boltban a lemezeket, régebben diszkeket. Ez már nagyon régóta nem egy nagyon jövedelmező tevékenység, mert minden olyan piac, amit sokan csinálnak egyszerre, az borzasztó nehéz. Én például személy szerint nem vásárolok játékokat, hanem letöltöm, megnézem milyen, aztán amikor 2000 forint lesz, akkor megveszem, ha tetszett. Itt is ezt látjuk, hogy ez egy használt portéka volt valahol az Egyesült Államokból. Csak egy összehasonlításképpen például a Bioshock Infinite-nek követtem a eladási statisztikáit, mert érdekelt, hogy mennyire megy egy ilyen dolog, lehet-e belőle pénzt csinálni. Alapvetően nem lehet belőle pénzt csinálni, tehát annyi példányt adtak el, hogy nagyjából fedezi a fejlesztést, de még nem a marketing költségeit. Úgyhogy most pont nem ennek a diának kéne jönnie. Minden esetre lehet ilyet is csinálni, erről fogok kicsit bővebben beszélni. Hogy hol van ennek a szerepe, és mi az a hajtórugó, ami megveteti az emberekkel ezeket a játékon belül tartalmakat. Ugye, amit mondtam előbb a Bioshock Infinite-re, hogy gyakorlatilag már biztos volt a kiadás előtt egy évvel, hogy ez úgy fog tudni csak megtérülni, hogy a Naomi modellt követik. Tehát elképesztő mennyiségű, hát elvileg olcsóbb DLC-t raknak bele. Ugye a 99-es verzión azt látjuk, hogy van egy eredeti és két darab 30-as expansion pack, ami jó sokára érkezik. A 2005-ös mondjuk egy kicsit drágább, 10 dollárra drágább expansion pack, ami mondjuk akár egy hónappal a játék kiadása után jelenik meg. És hát ugye a mai játékoknál ez már nem ritka, hogy vért izzadunk, mire végigjátszunk, ha csak nem veszünk meg egy jobb fegyvert DLC formájában, különben semmit nem ér az egész. Na most hirtelen váltással, mindössze 20 perc alatt megtaláltam ennek az eredetét, mindig nagyon sok időt töltök abban, hogy megkeressem, akár hányszor beszélek róla. Ez a Móniák, nem tudom, ismeri-e valaki. Ez egy analóg számítógép, ami gazdasági modellezéssel készült. Úgy működik, hogy aztán hoztam erről a diát, itt semmi nem látszik róla. Úgy működik, hogy ez egy folyadékkal teli gépezet, amelyben a folyadék hát így jelképezi a tömegét. És ha megnézzük alul például a nemzeti tartalék, középen import-export pumpák, följebb adók és állami kiadások, súlyok és ellenfékek, vagy hogy is tegnyelben mondják. És hát ott nagyjából középen, ahol a ilyen körülakú csövek vannak, ott vannak a befektetések és megtakarítások. Ez egy olyan rendszer, amiben hát ilyen viszonylag primitíven, analóg formában le lehet futtatni, hogy hogyan működne egy gazdaság. Egy nemzetgazdaság, ez nagyon fontos, tehát egy olyan zárt gazdasági forma, amiben a kívülről folyadék nem érkezik be és nem távozik. Föl lehet mindenféle csapokat kapcsolni, meg le lehet zárni, és akkor különböző tartályokban különböző mennyiségű folyadék keletkezik. Nagyon vicces szimuláció, ilyenekről szeretnék beszélni. Még gyorsan, mint hogy hány százalék használ in-app purchase-t, erről szerencsére nagyon sokat megtudtuk, amikor az Inga legutóbb leépített, mert sikerült úgy leépítenie, hogy néhány embert, aki ezt tudja, azokat elküldtek, és ők azt mondták, hogy mondjuk Facebookon naponta 35 millióan játszanak, és ennek a 3%-a vásárol naponta. Tehát ebből nagyjából 900-600 dollárt költenek naponta csak a Facebookon. Mondjuk az Ingának elsősorban a Facebookon van jelenléte és minimális mobil, de azért nagyjából el lehet képzelni, hogy ez mekkora piac, hogyha naponta így működik, és a játékok viszonylag jó hosszú felfutásúak. Na most, ami miatt idejöttem, az a számítógépes játékok proletáriai. Ugye a tőkéről Marx azt mondta, hogy a tőke nem más, mint a egyénnek a termelési eszközhöz való viszonya. Na most ez egy eléggé absztraktum hangzik, későbbi követői mondták, hogy ennél még egyszerűbb a helyzet, a tőke az emberek közötti kapcsolatok. Tehát amit pénz formájában lehet kikristályosítani, de alapvetően arról van szó, hogy én neked faragok egy kapanyelet, és akkor te azt megveszed tőlem, vagy én neked teszek egy szívességet, vagy én neked adok pénzt, amiért teszel egy szívességet.
Tehát így keletkezik a tőke, és a játékokban is meglepő módon így keletkezik a tőke, mégpedig azért, mert egy olyan rendszerbe kerülnek be a játékosok, manapság ezekben a új social gaming játékokban, ahol egyszerűen nagyon sok játékos játszik, és egy ilyen elképesztő peer effect működik, hogy mindenki szeretne érvényesülni, ugye a játékoknak egyik legnagyobb előnye, hogy ugyanolyan sikereket lehet elérni, mint a valós életben, csak sokszor a sebességgel. Tehát pillanatok alatt el lehet jutni oda, hogy valaki várunk legyen, vagy akár egy egész világ kérelhetetlen ura. Tehát 1000-2000 nap alatt elnök ki lehet várni a semmiből. És ez egy nagyon földrösztott folyamat más általunk ismert területekhez képest. És hát ezt két módon lehet elérni, hasonlóan a mi világunkhoz, egyik az, hogy kitartó munkával, és itt kitartó munkát az nagyon zárójelbe tenni, mert borzasztó gyors ahhoz képest, amit mi itt fel tudunk mutatni ebben a valóságban, vagy hát innen purchase-szel, tehát gyorsan eltalpanunk oda pár száz dollárért, ahova éppen szeretnénk eljutni. Csak hát ugye ez egy folyamatos inflációt termel, imádom ezeket a képeket, amiket ilyen hogyan keresünk pénzt a neten előadásokkal tesznek bele. Itt ugye egyik legfontosabb probléma az, hogy még kettő van. Kettő. Legfontosabb probléma, hogy nagyon sok esetben az infláció hihetetlen sebességgel kipörög. Rengeteg példát láttunk erre, tehát az elmúlt 10 év nagy MMO-i különböző inflációs modelleket mutattak be, van amelyik belebukott, van amelyik valamennyire képes volt megtartani a gazdasági környezetet. Láttunk sok nagyon furcsa példát, nekem az egyik kedvencem az a Project Entropia volt, ami egy katasztrofálisan rossz játék, ezért nem játszottak vele. Viszont a gazdasági modell arra épült, hogy mindent meg lehet szerezni a játékban, egyetlen dolgot lehet csak innen purchase-ben vásárolni, az a lőszer, és alapvetően csak lőfegyverrel lehetett a játékot abszolválni. Lehetett anélkül is, csak borzasztó szenvedés volt, tehát késő is neki lehetett menni az ellenséges vonalaknak, csak hosszú ideig tartott, sőt, hogyha sikerült az ellenséget lemészárolni, és mit tudom, 60 patkánybőrből lőszert készíteni, akkor azt is lehetett elvileg adni igazi dollárért. Ugye a Diablo 3-nál is próbálkoztak egy hasonlóval, próbálkoznak egy hasonlóval, de ez abszolút nem működött, mégpedig azért nem, mert kevesen játszottak. Na most a játékoknak eleve van egy ilyen nagyon furcsa közgazdasági képük, miszerint 100 aranyjal, 100 fával és 100 gyémánttal kezdesz, és akkor abból 50 arany barak. Valójában a világ nem így működik. Én is nagyon meglepődtem a Európa Universalis-on, amikor először bekapcsoltam, és a birodalban mínusz 60 ezer aranyjal indult, és nagyjából évi 5-öt lehetett begyűjteni értelmesen. Hát gyorsan kellett fejleszteni, hogy kitalálják a kötvényt, és akkor ezzel némileg segíteni a helyzetünkön. Ez egy sokkal valósabb gazdasági modell, illetve hát még az a poén, hogyha valaki hogy katolikus államként indul, akkor lehet gyorsan reformátussá válni, és egyházi magyarokat bekövelezni. Na most rengeteg gazdasági szimulációval próbálkoznak. Ez a Vitumonics nevezető játék, ennek pontosan az a baja, mint Entropiának, hogy nagyon béna játék, és nincsen egy olyan virtuális motiváció, ami viszi előre a játékosokat, tehát megvan az egymáshoz való viszony, megvan abból a tőkefelhalmozásra való lehetőség, megvan a inflációnak a lehetősége, mert folyamatosan ugye egyre több tőke halmozódik, és egyre nagyobb lesz a surplus volume, és amelyek most elfelejtettem a magyar nevét, a finansztőke talán. Tehát az a tőke, aminek nincsen különösebb célja, ezért elkölthető újabb elnyomásra, mag szerint. És hát ez a játék, ez pontosan úgy néz ki, mint ez a screenshot mutatja, ilyen dolgokat kell adni benne, és hát átkozottan unalmas. Ellentétben például az E-Republic nevezetű román játék, az azért nem rettenetesen unalmas, mert sok nemzetfasisztái élhetik ki magukat. Nem tudom, hogy látszik innen, de például az a nagy zöld ország, amit egykor a Szovjetuniónak hívtak, azt meg tudná valaki mondani, hogy melyik ország az ott a képen? Nem nyert, Románia fasisztái nem olyan erősek, mint kis hazánk fasisztái. Jelenleg azt hiszem 480 területrésszel, tehát Amerikának is ott a keleti partja, az ugyanaz a zöld, ami Magyarország zöldje. Ennek egy hosszú története van, ha valakit érdekel, én elmesélhetem sörözés közben, de hogy ez egy alapvetően arra épülő játék, és egy borzasztó izgalmas kísérlet, ugye ez a E-Republic 2, amit itt látunk, ugyanis az egy az bedőlt, annyira sok hát ilyen
vadkapitalista csalást vetettek be a játékosok. Tehát az minimum volt, hogy nem használták a játékon belül a kereskedelmet, hanem Skype-on keresztül adták, vették egymásnak a mindenféle lelkes tárgyakat, akár valódi pénzért, akár a játékon belül pénzért. És itt a fejlesztők azzal léptek elő, hogy egy sokkal komolyabb kontrollt adó kettes shellt tettek rá a játékra, ami hát lehetővé tette a szörnyűködést. Nem tudom, biztos mindenki ismeri ezt a példát, ugye hogyan kell nagyon sok pénzt csinálni számítógépes játékban illegálisan. Öten leülnek egy szobába, tort mindenki megnyitja, előveszik azt a pénzt, amit 10 perce a eladott drogért kaptak, és beteszi mindenki a bankkártyájára, aztán az egyik megnyeri, mert egy privát szobában játszanak, és az pedig egy valós számlára megy. Hát ez a pénzmosásnak az alapja számítógépes játékokban, sok példa van, ez csak egy volt közülük. És hát ugye, ami a legfontosabb, hogy amiről akarok beszélni, és hát nyilván eltelt az időm, ezért nem fog tudni elmondani, az az, hogy hogyan kell megtalálni azt a speciális egyensúlyt, ami képes megteremteni egy olyan működő gazdaságot, amiben folyamatosan lehetséges egy tőke, egy egyensúly alapú tőke felhalmozás. Tehát nem az történik, hogy vagy a játék hibájából, vagy a játékosok hibájából a gazdaság összeomlik, hanem sikerül feltartani egy folyamatos gazdaságot. Például az egyik hiba, EVE Online, hogy a Battle of the Big Lockban, tehát egész életemben arra várok, hogy részt vegyek egy nagy csatába, amiből az első 6 órát azt várom, hogy be tudjak logolni. Utána, ha sikerül bemennem, akkor 4 zónát zuhanok előre, mert félreértette a parancsot a gép, és ott megsemmisül a űrhajóm, és várom, hogy a csata véget érjen, és olvasom a riportokat róla. Ez is egy rossz irány, mert ugye pont azért akarjuk megvalósítani magunkat és halmozni a tőkét, hogy ilyenekben részt vegyünk. Nagy esemény, történelmi esemény, a világszerben mozdul egyet, aztán végül kimaradunk belőle. Kérdések? Mehetsz le még öt közben. Ma a kérdés van ott az akkori ember. Egy sarkosabb kérdés létszik. Ugye az egy érdekes jelenség, hogy igazából az EVE Online egy evidens játék, abban a szempontból, olyan értelemben evidens, hogy akik az EVE Online-t játsszák, az egy nagyon specializált játékos réteg, nagyon pici bennük az a, hát kevés a kisgyerek, na, röviden. Mert bonyolult játék és nagyon összetett tőkehalmozási rendszerek vannak benne, ezért nincs benne meg az a peer effect, ami például egy Facebook alapú social gaming játékban elképesztően nagy nyereséget tud produkálni a cég számára. Tehát az, hogy emberek úgy érezzék, hogy most azonnal minél több tőkét kell felhajtanom, és ezért csalok a csalást, ilyen értelemben a in-app purchase jelenti. Tehát, hogy belenyúlok kívülről a világba, és pénzt teszek be, amerikai dollárt teszek be, és ezzel leszek nagyobb. Az EVE Online az, ugye erről rengeteg tanulmány van, az egyik olyan játék, amiben legkönnyebb kiszámolni a GDP-t, meg a napi órabért, tehát hogy mennyi tudsz keresni a játékon belül óránként, mert annyira letisztult, hogy milyen bányászati eljárások, én nagyon régen játszottam vele, tehát mondjuk 6 éve játszottam vele utoljára, csak néha követem a híreket, milyen bányászati eljárásokkal mennyit lehet keresni, és akkor azt akkumulálod, tőke akkumuláció egy óriási űrhajóban történik meg, amit aztán vagy felrobbantanak, vagy elveszik valami hibas folytán, vagy urálják fel a világegyetemet. Aztán ugye az is egy ilyen probléma ezekben a játékokban, hogy egy idő után kiaknázódik a virtualitás. Ez azt jelenti, hogy végigjátsza mindenki a játékot, és már nincsen hova tovább, tehát elfoglalják az univerzumot, és ez is egy jelentős problémát hoz, mert ugye kifáradnak a játékosok, kiégnek és eltűnnek, illetve még arról is szívesen beszélek, hogy van egy örök ellentét a farming community és maga a játékok között. Ez nem tudom, EVE Online-ban mennyire van benne, én utoljára talán fogban, nem, Aion, abban láttam ilyet, hogy a farming community sokkal jobban vannak szervezve, mint a normál játékosok, és nagyon nehéz 150 koordinált kínaival bármit kezdeni. Tehát ha őket megaforral irányítják egy kiszuperált genzer melletti hangárban, akkor nagyon nehéz ezt jobban összeszervezni, tehát nehezebb tőkét kovácsolni
az európai vagy nyugati parti játékosok között, akik hát ezt így ellensúlyozzák. Nem tudom, nem válaszoltam, hogy lehet még kérdés. Igen, megöttem. Melyik játékban most a legtöbb pénzt visszatő? Melyikből szedik a játékosnak? Hát ez pontosan a kérdés. Mit számít pénz ki? Nem jó. Nincs olyan pénzkivétel. Tehát ha olyan történik, hogy tőke halmozódik valahol, akkor a pénz már nem annyira számít. Tehát a pénz az kisebb, mint a tőke. A tőke az egy absztraktabb fogalom, ha te nem keresel vele semmit, viszont most egy konkrét példát mondok, egy közép-angliai pék vagy, akinek annyi a dolga, hogy reggel megnyomja, hogy milyen preasszán legyen, este pedig a pakik kiveszik, akkor az egy borzasztó, tehát az megfizethetetlen, hogy te egy 600.000 fős városnak vagy világnak vagy az ura. Tehát ezt így nem lehet pénzformájába kitenni. Az, hogy pénzt mivel lehet keresni, tehát effektíve pénzt hogyan lehet kivenni, hát én nem nagyon szoktam ezt követni, de online pókerezni kell. Tehát ott vannak a legnagyobb pénzek még mindig, mert ő egyszerűen a játék. Tehát ott nem azért mennek az emberek, mert ezt a típusú tőkét halmozzák, hanem a pénzt. Tehát ott ebben a világban akarnak megélni, szerintem sokkal értékesebb már az, ha valaki egy másik világban akar megélni. És tehát annak, akinek esélye sincsen, mert pék, esélye sincsen, hogy államának legyen, megadatik. Igen, még egy utolsó kérdés, piros. Azt mondtad, hogy tökéletes. Balázs, te. Tökéletes úgy tűnik már az, hogy a játékokat eladják a boltban, vagy írtad a Steam-et. Közben azt látjuk, hogy a Call of Duty-nak mindig része gyakorlatilag itt úgy a boltban, meg van egy különböző csártak, amikkel összesítettük az összes szórakozóipari terméket, és akkor abban azt mondjuk, hogy itt ez a harmadik helyet éri el. De ugye a Call of Duty, igen. Igen, erre mondtam azt. A másik oldalon ott vannak az indie játékkészítők, akik sokkal, tehát arról számolnak be, hogy életükben ennyi pénzt még sosem kerestek, vagy ha már kiraktad az Európa Universalist, ott van a Paradox, egy közepes méretű cég, és épp a CEO-ja megnyilatkozta a Twitteren, hogy az idei év első felében megint 30%-ot sikerült hírolni, nőniük, de még az év megkobása az 2016-ban fog csak kijönni. Igen, pénzt lehet keresni, csak nehéz. Tehát a Paradox az mindenképpen egy sikertörténet. Aki ismeri, az tudja, hogy miért, aki nem, az vegyen nagy levegőt és nézze meg. Nagyon összetett stratégiai játékok mesterei. Viszont amit mondtál a Call of Duty, azért problémás, amit egy mondatban mondtam is, hogy nagyon nehéz olyan piacon érvényesülni, ahol sok a szereplő. Tehát olyan döbbenetes marketing költségek járnak ezek mellé a játékok mellé, hogy gyakorlatilag már csak a DLC képes bármilyen, vagy in-app purchase képes bármilyen profitot termelni a kiadónak, vagy a fejlesztő, az már megint más kérdés, mert miközben ugye a toplista első 10 helyben mindenkinek van egy szám mögötte, tehát 2-es, 3-as, 4-es, mert csak a nagy brandekben bíznak a kiadók. Eközben hiába nagy brand, azt is annyira kell marketingelni, hogy nem jön ki bele a végén. Tehát egyetlen megoldás van előre lépni és 5-et, 6-et, 7-et megcsinálni, hát az már nyereséges lesz, anélkül sokat kéne beletenni. És ezek így egymást gyengítik gyakorlatilag. A indik pedig keressenek, tehát annak örülök, vagy ott tudnak pénzt csinálni. A legjobbakat kívánom nekik. Többit sem lehet, de amit van, már kell benne a pénz kerülni. Köszönjük szépen!